Rendhagyó toborzót tartottak szeptember 15-én kora este a Dunafer Ese tornászai a korábbi Bánki iskola tornatermében, ahol a legkisebb korosztály képviselőit, az óvodásokat várták a szakosztály edzői. A szeptember 14-től 17-éig tartó esemény remek alkalmat biztosít a szakembereknek arra, hogy felmérjék az ifjú palánták képességeit. Optimális esetben már szeptemberben foglalkozásokat tartanak az óvodában, azonban ezelőtt idén a járványügyi helyzet szabott gátat. Nem kaptuk meg az engedélyeket, hogy óvodákba menjünk, ami teljesen normális, ezért azt választottuk, hogy behívjuk ide azokat, akik szeretnének, igazából válogatás nélkül. Úgyhogy jelen helyzetben aki tud, az jöhet, és úgyis itt fog kiderülni az, hogy akkor ez neki tetszik-e, fog-e többet járni, vagy pedig valami mást szeretne választani. Úgyhogy nekünk ez arról szól igazából, hogy minél többen jöjjenek és próbálják ki, és akinek tetszik, az maradjon itt. Az edző hozzátette, a foglalkozásokra a kislányok jelentkeztek nagyobb számban. Az első napokban mindenképpen az a lényege, hogy egyáltalán tudja a gyermek az, hogy hol is van, hogy bejön egy tornacsarnokba, hogy itt hogy kell közlekedni, hogyha ki kell menni pisilni, akkor hova kell kimenni pisilni, kit kell keresni, hogyha bármilyen kérdése van, illetve az, hogy kire kell figyelni edzésen, nyilván az edzőre, aki tartja neki a foglalkozást. És akkor ezután, hogyha ezek a dolgok megvannak, akkor pedig a lényeg igazából az, hogy ő jól érezze magát, mind a mellett, hogy jó alaposan meg van mozgatva. Tehát ilyen játékos foglalkozásokat kell elképzelni, ahol sok játék van, viszont úgymond nehéz feladatok, amikben az erejüket is már használniuk kell. Céljuk, hogy örömük teljen az edzésbe, hiszen így szívesen jönnek ide, és később akár versenyezhetnek is. Aki mégis hobbi szinten szeretné űzni, annak is számos előnyt hordozhat akár egészen fiatal, vagy felnőtt korban is, hasonlóan más rekreációs sportokhoz.